Új kortárs zenei sorozatot indított az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Kérdezd a zeneszerzőt nyitó hangversenyének dallamai az Arzó Szabadságharcos úti székházában csendültek fel Marsovszky Pál vezényletével. A koncerten a magyar zeneszerzés három különböző generációjával a hazai és a nemzetközi kortárs zenei élet meghatározó alkotói, Madarász Iván, Fekete Gyula és Bella Máté műveivel ismerkedhetett meg a közönség. Három teljesen különböző zeneszerző, három teljesen különböző korosztályból, három egészen különböző darabbal fog most ma itt megjelenni nálunk, úgyhogy ez az este és ez a koncert a sokszínűség, a változatosság jegyében fog telni. Azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen azért fontos, mert mi nem egyfajta stílust akarunk csak megmutatni a közönségünknek, nem feltétlenül az én ízlésemet, vagy a Dobszai Péternek az ízlését, vagy a Ruf Tamásnak az ízlését, hanem szeretnénk megmutatni a magyar kultúrának, a magyar zenekultúrának minden ágát. Madarász Iván Kossuth és Erkel Ferenc díja zeneszerző szinte minden műfajban alkot. Legismertebb színpadi művei, hangszeres szerzeményei közt megkülönböztetett hely illeti megfúvolára írott darabjait. Fekete Gyula a Zeneakadémia tanszékvezető tanára és rektor helyettese már ismerős lehet a fehérvári közönségnek. Ez alkalommal Média Vita című latin-magyar zenekari imádságát hozta el Fehérvárra, míg Bella Máté a vérbeli Y-generáció zeneszerző azon kevesek közé tartozik, aki 35 éves kora alatt vált meghatározó személyiségévé a magyar zenei életének. Három nagyon-nagyon különböző művel készültünk. Ugye van egy tipikusan kortárs darab, a Madarász Iván Pikoló versenye, ami egy diszonanciák és nagyon különféle ritmusokkal teli darab, nagyon érdekes, különféle tételekből álló darab. Aztán van Bella Máté darabja, ami sokkal inkább vivaldis, barokkos vonást igénylő darab, nagyon zakatoló, de egyenletes ritmusokkal ellátott mű. És hát van végül egy dal, amit a zenekarral kell kísérni, az meg szinte romantikusnak mondható. A következő hangverseny november 21-én lesz Ligeti Reflexiók címmel, amelyben Ligeti Györggyel és az ő kortárs zenére tett hatásával ismerkedhetnek meg a zenekedvelők.